Szervusztok, Damásdi Tibor vagyok. Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, amit a Józsi föltett, hogy mit kaptam, mert nagyon sokat kaptam eddig, és olyan ez a tréning, mint számomra, mint egy ilyen kábítószer, tehát mindig most már azt mondom egy ideje magamnak, hogy jaj, de jó, és tartson még nagyon sokáig, tehát ameddig csak lehet. 30 másodpercben egyébként elmondhatatlan. De a legfőbb érték Józsi és a csapat. Köszönöm szépen. Sziasztok, Varga Péter vagyok. Negyedik alkalommal vagyok itt, és szerintem már rég el kellett volna jönnöm. Évek óta terveztem is, mint a Józsi mondta, hogy már 4 éve iratkoztam fel az ő hírleveleire. Úgyhogy nagyon örülök, hogy elindultam azon az úton, ahol az én hibáimmal tudok szembesülni. Úgyhogy remélem, hogy sokat fogok ide járni. Örülök, hogy megismertek titeket, és sokat fogunk találkozni szerintem. Köszönöm. Sziasztok, Herman Gyuri vagyok. Nekem az első, ami eszembe jutott, az az, hogy a nyilvános körbe kimerek állni, ez már önmagában egy komoly előrelépés. Meg, hát én most már itt igazából azok közé tartozom, akik már a régi gárdához tartoznak. Nagyon fura ebbe belegondolni, hogy én már 2,5 éve vagyok itt. És ahhoz képest már gyakorlatilag teljesen lecserélődött a társaság, de akik jöttek, azokat meg imádom, és imádok visszajönni, úgyhogy nagyon köszönöm nektek, nagyon köszönöm a Józsinak. Köszönöm szépen. Sziasztok, Tomaszowski Erzsébet vagyok. Én nagyon sok jót kaptam ettől a tréningtől, és kapok folyamatosan, de nem szeretnék ebbe túl belebonyolódni az idő rövidsége miatt, csak egyet szeretnék kiemelni. Eleinte nem értettem, hogy most mire jó ez a 20-30 másodperc. Se felkészülni nem tudok rá, és túl rövid az idő, tehát hogy nem lehet kifejteni. Aztán rájöttem, nem, pont nemrég jöttem rá, hogy azért ez mégiscsak nagyon jó. És az benne a jó, hogy rákényszerít egy olyan dologra, hogy akkor is megnyilvánuljak szóban, amikor éppen nem lenne kedvem, és ezt így a mindennapokban is tudom most már alkalmazni. Köszönöm. Teuszki Krisztián vagyok, sziasztok. 3 alkalom után rengeteg sikerélményt kaptam ettől a tréningtől és tőletek, amit ezúton nagyon köszönök, ezúton is nagyon köszönök. Továbbá kaptam egy nagyon fontos felismerést, hogy bár én a nyilvánosságtól való félelmem leküzdése véget jöttem ide, de igazából semmi bajom nincs a nyilvánossággal, hanem valószínűleg magamban kell rendet rakni, és a saját gondolataimat és az önértékelésemet kell rendbe rakni, amihez ez a tréning nagyon jó segítség. Köszönöm szépen! Sziasztok, Homonnai Viktor vagyok. Én rengeteget kaptam ettől a tréningtől, Marhácz Józsitól különösen sokat, mert mi elég sűrűn levelezünk. És amit igazán kaptam, az új gondolkodásmód, ami által én még ugyan nem vagyok fenn a Forbes magazin címlapján, és a feleségem se, de valamelyikünk ott lesz. Köszönöm szépen! Sziasztok, Márton Viktor. Én elég sok mindent kaptam, de többek között azt, hogy már ez egy gyakorlási lehetőség számomra, hogy minél többet beszéljünk nyilvánosan. A másrésztről pedig a társaságban is elég sok mindenkit megismertem, és sok jó emberrel jóba lettem. Aztán a harmadik dolog az, hogyha fel kell szólalnom így bármikor, vagy valami véleményt kell mondani, akkor tudok 3 darab értelmes összefüggő mondatot mondani egymás után. Köszönöm. Sziasztok, én Móra Eszter vagyok, és én nagyon sokat köszönhetek itt a videó felvételeknek. Nem is gondol, vagyis hát remélem ti is tapasztaltátok, hogy mekkora ereje van visszanézni magatokat, hogy ki tud alakulni egy helyes én képünk, hogyha esetleg előtte kisebb volt az önértékelésünk, hát én is így jártam. Tehát nagyon jó visszanézni a videókat, sokkal jobb képet fest magamról, mint amit én először valóban gondoltam. Úgyhogy nekem ez egy ilyen személyiségfejlesztő hatású ez a tréning, arról nem beszélve, hogy azóta sokkal, de sokkal gördülékenyebben beszélek. Köszönöm! Sziasztok, Szűrőpszi Gábor! Csatlakozva az előttem szólókhoz, én is az önértékelésemben kaptam elég sok mindent. Ezzel együtt felfedeztem, hogy nekem is van egóm. Ez pozitív értelemben véve természetesen. Amit viszont elhagytam, mert hát, hogyha az ember kap valamit, akkor cserébe itt is kell, hogy hagyjon valamit. Egyrészt elhagytam az őzésemet. Ennek nagyon örülök.
másik pedig elhagytam azt az izzadást, amit amikor kiálltam nyilvánosan beszélni, akkor elkezdett csurogni rólam, az most teljesen elmarad. És ezt Józsinak köszönhetem. Köszönöm szépen. Albarúza Zsuzsa vagyok. Nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy mit kaptam a tréningtől. Elsősorban bátorságot, nem mint hogyha most már egyáltalán nem félnék, de most már megengedem magamnak, merek félni. A másik, a rengeteg elfogadó építőkritika, amit kaptam, ez nagyon sokat segített a továbblépésben, és az, hogy most már megmerek szólalni 30 ember előtt, anélkül, hogy elmenne a hangom, vagy remegne, ez már nagyon nagy szó. Köszönöm. Herman Gyula vagyok. Hát én régen művelem ezt konferencia formájában, ezt a szakmát, amit itt a régebbiek tapasztaltak, hogy az időbeosztásom az nem igazán tökéletes, nem tudtam magamat a limitekhez tartani, és hogy ebben valamit fejlődtem, azt is tudtam adaptálódni a dolgokhoz, az az elmúlt időszakban bizonyosodott be. Indiában voltunk, ahol konferenciákon tartottam előadást. Ugye konferenciáknál a szabvány az a 15 perc. Itt az előadás előtt kitalálták az egyik konferencián, hogy mint vendégelőadó szerepeljek fél órával, a másikon a 15 perc helyett 8-szal előtte sikerült adaptálódni. Nem úgy, mint most. Köszönöm. Sziasztok, Rosnik Dóri vagyok. Több mint egy éve járok ide, és nagyon örülök, hogy megismerhettelek benneteket. Ez az egyik ok, amiért ide járok, ide visszajárok. A másik pedig úgy érzem, hogy az életem minden területén segített nekem ez a tréning, tehát akár egy munkahelyi megbeszélésnél, ahol fel kell szólalni, ahol el kell mondani az embernek az érveit, vagy ellenérveit, vagy a jogában, vagy bárhol máshol, ahol meg kell szólalni, vagy embereket kell meggyőzni. Úgyhogy köszönöm szépen, és fogok még nagyon sokáig járni. Köszönöm. Sziasztok! Én is fogok sokat járni, lehet, hogy még 10 év múlva is itt leszek. Én azt szeretném elmondani, hogy mit kaptam azon felül, amik a tipikus ilyen retorikai dolgok, hogy hogyan beszéljünk értelmesen, hogyan ne féljünk. Ezen felül én azt kaptam, hogy rengeteg baráttal tudtam kialakítani kapcsolatot, és lehet, hogy ezekből üzleti vagy bármilyen, nem lehet tudni, mi lesz belőle. Tehát ez egy nagyon jó dolog, pluszban van egy olyan érzés, hogy mindig kész vagyok, hogy ide kiálljak. Tehát, hogyha mondjuk ide tolnák az ágyamat, amikor alszok, és így kilöknének, és így itt kelnék föl, akkor kész lennék, hogy itt beszéljek. És szerintem ez tök jó. Nem tudom, hogy ez ugyanígy lenne, hogyha egy óriási stadionban lennék, és oda tolnák ki az ágyamat, de majd meglátjuk, hogy egyre nagyobbak lesznek a tréningek, és akkor ennyi. Köszönöm szépen! Közelebbi tréningre hozunk egy ágyat is, és előtte elalhatunk téged, de utána itt fölkeltünk, és szólhatsz hozzá. Köszönöm szépen!